2023. februárjában jelent meg a PlayStation VR második generációs szemüvege. Bevallom őszintén, hogy fenntartásokkal álltam neki ennek a tesznek, mivel engem az egyes verzió egyáltalán nem győzött meg. Nézzük meg, hogy mi lesz a helyzet a PlayStation VR 2-es verziójával. A doboz kinyitása után egy másik kisebb dobozban találunk egy USB töltőkábelt, amivel összeköthetjük a játékvezérlőinket, egyrészt az első beüzemelés miatti inicializálás, illetve a későbbi töltés miatt. A fülhallgató headset van még ebben a dobozban, illetve mivel ez egy bundle változat, amivel megkapjuk a Horizon Call of the Mountain játékot, egy papírt is találhatunk ennek a digitális kódjával. A nagy dobozban maga a szemüveg, illetve a játékvezérlők kaptak helyet. Ki bármilyen módon kapcsolatba fog lépni ezzel a szemüveggel, az lesz az érzése, hogy az egyszerűség jegyében készült. Vegyük például azt, hogy milyen egyszerű a felhelyezése. A pánt hátulján van egy szorító tárcsa, aminek a közepén van egy nagy gomb. Hogyha ezt benyomjuk, akkor szépen ki tudjuk húzni a pántot annyira, hogy valójában bárkinek a fejére rámegy, majd utána felhelyezzük, meghúzzuk a szorítótárcsát, és már rögzítettük is a szemüveget. Most hogy veszem le? Ja igen, meg kell nyomni a szorítótárcsa közepét. A bekapcsoló gomb mellett alul van egy nagyon menő funkció. Mégpedig itt tudunk váltani a játékról a külső képre. Ez nagyon jól jöhet, ha nem szeretnénk levenni a szemüveget, viszont szeretnénk látni, hogy mi zajlik körülöttünk. Mondjuk a pizzát azért ne belevegyétek át. Itt fölül van egy tárcsa, amivel a lencséinket tudjuk egymáshoz közelebb vinni, illetve távolítani egymástól. A másik oldalon pedig van egy nagyobb fekete gomb, amivel a tracking pozíciónkat tudjuk újra bepozícionálni, amennyiben elment volna a trackingünk, de higgyétek el, nem fog elmenni olyan sűrűn. Hátul pedig a headsetünket tudjuk rögzíteni, hogyha nem szeretnénk használni, viszont az volt a tapasztalatom, hogy ez elég könnyen ki tud innen jönni. A beüzemelés is baromira egyszerű, mivel láthatjátok, hogy egyetlen USB-C kábelt kell bedugnunk a PlayStation elejébe. Először kérni fogja a játékvezérlőket is, hogy csatlakoztassuk egy USB kábellel, de ez csak arra az időre, ameddig beinicializáljuk azokat és felismeri a rendszerünk. Innentől kezdve egy baromira szórakoztató folyamaton fog minket végigvezetni a Sony. Látszik, hogy a legegyszerűbben próbálták megoldani az egészet. Például az is egy nagyon szórakoztató dolog, hogy egyáltalán nem fog arra kérni minket, hogy nézzünk egy pontra, hanem nemes egyszerűséggel egy fekete képernyőn lesz egy fehér pont, és mit fogunk csinálni? Biztos, hogy oda fogunk nézni. Aztán utána egy másik pontra kell nézni. Aztán elmegy egy másik pontra, oda kell nézni, és innentől kezdve a szemkövetésünket be is állítottuk, mivel szemkövető rendszer is van ebbe a szemüvegbe. Arra is odafigyeltek, hogyha kevés a helye, hogy nálam is, akkor lehessen ülő pozícióban is játszani, és ez egyáltalán nem vesz el a játékélményből. Felesleges felsorolni, miben jobb a második kiadás az elsőtől. Az első kiadásban szemmel láthatóak voltak a pixelek, szinte meg lehetett számolni a kis kockákat, ez már egy teljesen más világ. Nagyjából 110 fokos látószöget kapunk a 100 helyett, 6 tengelyű mozgásérzékelőt kapott, infravörös közelségérzékelőt, 4 kamera figyeli a környezetet, viszont belül is van 2 infravörös érzékelő. Az is nagyon tetszett, hogy például a Gran Turismo-ban, hogyha nem láttuk pontosan, hogy milyen sebességfokozatban vagyunk, elég volt előre dőlni egy kicsit ahhoz, hogy lássuk. És ezek a kis nüansznyi dolgok azok, amik hozzátesznek ahhoz, hogy tényleg egy valóságérzethez közeli élményt kapjunk. Szemkövető rendszer, amit valami fantasztikusan oldottak meg. A Horizon Call of the Mountain játékban tudni fogja, hova nézünk pontosan. Például, amikor íjjal célzünk valahova, oda fog fókuszálni. Na jó, gyerekkorban azt mondták, ezt ne csináljam. Haptikus visszajelzéseket kapunk a kontrollerek felől, és ami egy nagyon-nagyon menő dolog,
a headset felül is. Állítólag a menüben is szemkövetéssel tudunk elfogadni dolgokat, de ez nálunk nem nagyon jött össze. Tehát el kellett forgatnunk ténylegesen a fejünket, hogy a pontot rávigyük az adott panelra. A vezérlőknek kb. 4 óra az üzemidejük, itt is érdemes pár szót említeni. Gyakorlatilag olyan, mint a hagyományos kontrollünk lenne félbevágva. Tehát az egyiken van a kocka és a háromszög, a másikon az X és a kör. És nyilván mindkettőn van egy PS gomb az inicializálás miatt. Ugyanolyan ravaszokat kapunk, mint amilyenek a hagyományos kontrollerekben vannak, és higgyétek el, hogy baromira kézre állnak ezek a Sense kontrollerek. Mert a Sony így hívja őket. Amit érdemes megjegyezni, hogy visszafelé nem kompatibilis, tehát PS4-en a második generációs szemüveggel nem tudunk játszani, viszont egy adapterrel, a PSVR 1-es szemüveggel tudunk játszani PS5-ön is. A játéktesteket a párommal, Majával, illetve az egyik barátommal, Ádámmal végeztük. Erre azért volt szükség, hogy minél több impulzust és visszajelzést kapjak arról, hogy kire hogy hat ez a szemüveg. És olyannyira nem próbáltam még én se ki, hogy Ádám volt az első, aki beüzemelte ezt a szemüveget. Te látod most mindent? Én mindent látok, amit valószínűleg te. Snorkel, snorkelben. Kancsol az egyik szemem. Nézd már, az egyik szemem. Kiderült, hogy kacsa. Ez a Sony megmondja neked. Na, ettől a játéktól féltem a legjobban, mert a PlayStation VR 1-es esetében, amikor a Gran Turismo Sportnál kipróbáltam, akkor egészen odáig, ameddig körülnéztem, addig még minden rendben volt. De ahogy megmozdult az autó, abban a pillanatban olyan rosszulét fogott el, hogy egyből ki kellett kapcsolnom. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, mivel én azt hittem, hogy ebben az esetben is, a Gran Turismo 7-tel is ugyanez fog történni, egészen odáig, ameddig jó pár kört meg nem tettem, és azt mondtam, hogy na akkor ennyi elég volt, addig nem is voltam rosszul. Viszont amikor levettem, akkor kezdtem el érezni azt, hogy egy kicsit hány ingerem van. Természetesen Majának és Ádámnak semmi baja nem volt, úgyhogy én voltam a legtáposabb a Gran Turismo 7-ben. Érzem, hogy viszi a fejem. Na, kifolyott az üzemanyag? Jó. Adod. Megmondom őszintén, hogy most pozitívan csalódtam, mert VR 1-be nekem fullon hány ingerem volt, ahogy megmozdult az autó. És most nincsen, és egyre jobban inkább megszokom. Igen. Én nem játszottam a VR 1-jel, de... Hú, hát ahogy elindult, végén volt. Hát ennyi ahhoz elég volt, hogy ezt megtapasztaljam, hogy ez most tényleg sokkal jobb, mint amilyen volt eddig. Játszott már vele? Amúgy, ahogy leveszem, akkor már szar. De azért már úgy lehet érezni, hogy amikor így leveszem, akkor egy kicsit, hogy nekem egy kicsit érzem, ha sem adta, nem? Nem. Nem? Semmi? Na, ettől a játéktől azt vártam, hogy majd jól ránk fog ijeszteni, és majd jól fogunk nevetni azon, hogy aki a szemüvegben van, az hogy megijed, mi meg kívül majd látjuk a képernyőn. De sajnos ez nem következett be, mert nem tudom, hogy miért ennél a játéknál nem tette ki a külső képernyőre azt, amit valaki a szemüvegben lát. Aztán, hogy itt mi voltunk-e a bénák, vagy pedig ez azért volt, mert ez a játék alapvetően nem VR-ra készült, csak kapott rá egy támogatást, azt nem tudom. Na, ha valamiért érdemes ezt a szettet megvenni, akkor ez a játék. Videón egyszerűen nem lehet átadni azt, ahogy ülsz a menüben, és teljes mértékben azzal vagy elfoglalva, hogy úristen, ez milyen látvány. És ahogy meglátod a hatalmas tolneket, vagy éppen a vacsereket, és közelebb menve hozzá kihúzhatod belőle a nyilat, és egy törött nyilat fogsz fogni, na akkor kezdesz el rájönni, hogy ez nem az, amire számítottál. Mert erre nem lehet felkészülni. Mindennel interakcióba tudsz lépni. Megfoghatsz tárgyakat, amit össze is törhetsz, eldobhatsz. Aztán ahogy az íjadat a vállad mögül előveszed, majd a nyilat a másik vállad mögül, célzol, és kész.
itt, amikor először előjött a rosszul lét, az amikor elkezdtünk mászni fel a sziklákon, ahogy felhúzzuk magunkat, ott beindul a liftezés, aztán pedig a fordulásoknál. Én úgy próbáltam meg enyhíteni, hogy becsuktam a szemem, amikor fordultam. De ezt el nem mondjátok Ádáméknak. Mert hogy ebben éreztem azt, hogy talán jobban bírom, mint Ádám. Majának itt sem volt semmi baja. Igaz, ő olyan sokat nem is játszott ezzel egyébként demójátékkal. Mit is mondhatnék erről a VR szemüvegről? Hát az vitathatatlan, hogy a Sony valami hatalmasat tett le az asztalra, és tényleg technikailag nagyon-nagyon fejlődött. Viszont még mindig úgy gondolom, hogy egyrészt a játék felhozatal szempontjából, másrészt pedig amennyibe kerül ez a szemüveg, az még mindig abba az irányba billentél a mérleket nálam, hogy én valószínűleg nem fogom megvenni. A harmadik dolog pedig a rosszul lét. A teszt során egyértelműen kiderült, hogy vannak, akik jobban bírják ezt a VR világot, vannak, akik pedig nem bírják annyira ezt a VR-os világot, mint ahogy én sem. Tehát három nyomós okom van arra, hogy ne vegyem meg még egyenlőre ezt a szemüveget. Ugye a játék felhozatal az még mindig nem tartott, most tudok mondani kettő játékot, amiért nekem kellene, hogy az a Gran Turismo 7, és a Horizon Call of the Mountain, de az körülbelül ilyen 5 óra alatt ki is pörgethető. A másik pedig a Kajak VR, amit még kipróbáltam volna, de akinek megvolt, az azt mondta, hogy instant hányingre van tőle, én pedig nem szeretnék kiadni 250.000 forintot, ami többe kerül, mint maga a PS5, azért, hogy hányingerem legyen. Mert nálam ezt tette be a kaput, hogy körülbelül pár 10 perc játék után elkezdtem rosszul lenni. Viszont az is igaz, hogy nagy a fejlődés ebben a szemüvegben, mert a regenerálódási idő is most már sokkal rövidebb volt. Például a Gran Turismo után elég volt egy ilyen fél óra, 3-4 óra ahhoz, hogy teljesen regenerálódjak. Miután pedig a Call of the Mountain-nal játszottam, ott is éreztem, ugye, amikor emelkedtem föl és kapaszkodtam fölfele, hogy rosszul vagyok, de azért végigvittem a tutoriát, és nagyjából hát egy olyan 20 perc, 30 perc után már semmi bajom nem is volt. Jocinak, a set tulajdonosának köszönöm szépen, hogy kölcsönadta nekem tesztre ezt a terméket, Majának és Ádámnak pedig köszönöm, hogy részt vett a tesztben, és játszottak ezzel a remek szemüveggel. Ti pedig, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra, most már lassan átlépjük a 800. feliratkozót, és hogyha pedig tetszett, akkor pedig lájkoljátok is, tudjátok, ez a YouTube algoritmusa miatt van. Legközelebb pedig újra találkozunk. Sziasztok!